Kulcsár Anita 1976. október 2-án született Szerencsen. A zempléni kisvárosban nagy szeretetben nevelte édesanyja Kulcsár Sándorné és édesapja Kulcsár Sándor testnevelő tanárok kislányukat és fiúkat. A kisgyermek Anita sport iránti szeretetére, tehetségére szülei már általános iskola első osztályában felfigyeltek, többfajta mozgásformát kipróbált, azonban a kézilabda volt a nagy szerelme, amelynek alapjait édesanyjától sajátította el. Családi neveltetés, hiszen kézilabda és a sport és a testnevelés az családi hagyomány volt. Férjem és én is sportoltunk, és testnevelőként első perctől kezdve szinte minden versenyen ott voltak velünk. Első osztályos korától kezdve mindent csinált, atlétizált, tornázott, játékos sportversenyre járt, de igazából a labda fogta meg, és negyedik osztályban akkor volt először az, hogy testnevelés szakos tanította a testnevelést nekik, nálam ismerkedett meg a kézilabdával. Nálam általános iskolában azért nem jellemző még annyira, legalábbis akkor még a figura, ezért szinte minden pozícióból lőtt. Beállóból, irányítóból, átlövőből, és hát a beálló poszton azért volt, amikor szélről kellett lőni. Mikor Nyíregyházára került, ugyanez volt a feladata. És a győriek, amikor meglátták, megkérdezték, hogy mi ennek a lánynak az igazi posztja, mert azért irányító átlövőként nevezték a nyíregyháziak a versenyeken, és igazából úgy jöttek el érte Győrből, hogy irányítónak viszik, mert megsérült a Pignicki Kriszti az irányítójuk, és mire odaért Győrbe, addigra beálló lett. Anita már egészen fiatalon, 17 éves korában eldöntötte azt, hogy válogatott kézilabdázó lesz. Az álomból valóság lett, hiszen a címeres meccs 160-szor öltötte magára, melyben 403 gólt szerzett. Mikor középiskolás volt, harmadikos, akkor junior válogatott lett. Kijutottak a junior válogatott a brazíliai világbajnokságra, de sajnos nem mentek ki, mert nem volt rá pénz. 17 éves volt, amikor először kimondta, hogy ő válogatott kézilabdázó lesz. Elmondtam már ezt a történetet, hogy itthon volt, és elment bulizni. És nem akkor jött haza, amikor megbeszéltük. És ebből volt egyetlen első és utolsó konfliktusunk, hogy te nem áldozhatod fel az életedet, mert te azt mondtad, hogy világbajnok leszel. És akkor azt mondta, hogy anya, megszerzem neked a válogatott meszt. És ő 17 éves volt akkor, ugye egy év múlva lett junior válogatott, 19 évesen érettségizett, 19. évébe. Egy év játék után Győrből, mikor már betöltött a 19 és fél éves volt, akkor került be a felnőtt válogatottba. Egyik legnagyobb élménye az volt, hogy részt vehetett a 2000-ben Sydney-ben megrendezett nyári olimpiai játékokon, azonban nagy csalódásként élte meg azt, hogy ezüstéremmel tért haza a magyar válogatott kézilabda csapat. Napoknak kellett eltelni ahhoz, hogy megemészszék, hogy mindenki őket várta olimpián győztesnek, és ők másodikok lettek. Ennek megvannak a maga okai, ezt én most ennyi év után nem fogom előhozni, de nem feltétlenül a játékosok tehettek arról. De egy idő után minden emlék szépül, ez is megszépült. Sokkal rosszabb volt elviselni, amikor a világbajnokságot veszítették el, vagy legalábbis számomra ez azért volt rosszabb, mert ott voltunk Horvátországban akkor, amikor a 10 gólos vezetés után hasonló forgatókönyvvel az olimpia előtt franciáktól kikaptunk. Nagyon sírt, nagyon fájt, hogy elveszítették, de minden idővel megszépült. Egy szép pályafutása volt, szép eredményekkel, sikerekkel tele. Úgyhogy most ez már múlt. A világbajnok a fiatal sportolók példaképe lehet, hiszen Kulcsár Anita bebizonyította azt, hogy egy kisvárosból megfelelő kitartással, alázattal, kemény munkával el lehet jutni a profik világába, sőt, mi több, világversenyekre és az olimpiára is. Látom, hogy vannak fiatalok lövészetben, küzdősportokban, egészen fiatalok és általános iskolás korúak, akik eredményt érnek el. Én úgy hiszem, hogy egy rendkívül
nagy kitartás, céltudatosság, akarat, mindenhez szükséges, és akkor el lehet jutni innen is. Anita, és elsősorban azt kell mondjam, hogy a férjem volt ilyen beállítottságú, úgy lett nevelve, hogy minden mérkőzést úgy játsszál, mint a olimpiai döntőt játszanál. És ő ezt így vette. Ilyen közegben volt, ilyen lett a társa, a családja, és mindig ott kell, hogy legyen egy biztos pont mögötte, hogyha elfárad, akkor legyen, aki átsegíti. A debreceni, a magyarországi Európa-bajnokságon Debrecenben minden nap elmentünk a selejtezőkre. Eszébe nem jutott, hogy valamilyen oknál fogva mi nem tudunk elmenni. És a mérkőzések után megbabuzsgattuk, puszilgattuk a kezét, és ő még elment tanulni, mert akkor végezte a jogot. Sportjogász szeretett volna lenni, és 4-es-5-össel tette le a vizsgáit. Úgyhogy én azt hiszem, hogy gondolni kell a sport utáni életre is, de mindig szívvel csinálni azt, amit éppen csinálunk. A Dunafer női kézilabda csapat játékosa 2005. január 19-én nem érkezett meg az edzésre, halálos autóbalesetet szenvedett Puszta Szabolcs és Velence között. Autója megcsúszott, letért az útról és egy fának ütközött. Egy arra tartó jármű sofőrje húzta ki a roncsok közül, de az életét már nem sikerült megmenteni. A tragikus eseményeket édesanyja Kati néni a mai napig nem tudta feldolgozni. Lánya halála után fia és családja, valamint Réka nevű unokája jelenti a vigaszt és a boldogságot. A Rákóczi Zsigmond általános iskola egykori igazgatója Kulcsár Sándor halála után Győrbe költözött, azonban minden évben visszatér Szerencse az Anita tiszteletére rendezett megemlékezésre. Ez alkalommal a művészeti iskola növendékei és oktatói zenés előadással tisztelegtek a sportoló emlék előtt. Az eseményen Szabó Árpád, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Szerencsi Tankerületi Igazgatója idézte fel az Európa-bajnok pályafutását. Már fiatal korában kiemelkedett társai közül, karrierjének töretlen felfelé ívelésének köszönhetően iskolák versenyeztek érte. A fiatal kézilabdázó az évek során világklasszissá nőtte ki magát. A tankerületi igazgató emlékezetes meccseire is kitért az ünnepségen. Feledhetetlen jelenet volt, amikor 2003-as világbajnoki elődöntőben a dél-koreai kapus ráugrott a torkára, ő pedig csak mosolygott rajta, míg az ellenfél meghajolva kért bocsánatot. Kulcsár Anita nem csak kiváló sportolóvá vált, de példaképpé is. A műsor után a megjelentek többek között a tragikus balesetben elhunyt sportoló édesanyja, Szerencs polgármestere, valamint a helyi oktatási intézmények képviselői Sárga Rózsát helyeztek el a kézilabdázóról készült emlékmű előtt. Anita, jellegzetes gólörömödet és emléked örökké megőrizzük.